ismét pozitívba kapcsolt a nemzetközi hangulat a korábbi félelmek után. Elsősorban az a spekuláció fűtötte a növekedést, hogy a japán jegybank még jobban rákapcsolna, és még inkább küzdene a saját devizája leértékeléséért, és még több likviditást öntene a piacokra. Ráadásul az a spekuláció is alább hagyott, hogy a Federal Reserve megszüntetné, vagy idő előtt kivezetné a QE3 programot, ami szintén pozitívan hatott a nemzetközi tőkepiacokra. Amerikában vaskos pluszokban zártak az indexek, a japán tőzsde pedig 3%-ot ugrott, ez persze még nem olyan jelentős, mint a tegnapi több mint 6%-os esés. A forint is profitálni tudott ebből a kedvező hangulatból, a szerdai 300-as szintekről ma reggelre már 292 közelébe erősödött a forint az euróval szemben, és csak egy kis gyengülést láthattunk a mai reggelen, miután Orbán Viktor a szokásos pénteki rádióinterjúját adta a Kossuth Rádiónak. Arról beszélt ugyanis a miniszterelnök, hogy amennyiben sikeres lesz a jegybanki növekedési és hitelprogram, úgy folytathatják azt, illetve kiterjeszthetik nagyobb mértékűre, ez pedig komolyan felveti a kettős kamatrendszer gyanúját, hiszen hogyha hiába 4,5%-os az alapkamat, hogyha 0%-on is kaphatnak forrást a bankok, limit nélkül. Csehországból jöttek még érdekesebb hírek, tegnap 400 rendőr lepte el a kormányhivatalokat, 8 magasrangú tisztségviselőt le is tartóztattak korrupció gyanújával. Egyelőre ugyan a miniszterelnök nem tervezi a lemondását, de sokan úgy vélik, hogy ez lesz az utolsó csapás az amúgy is kis parlamenti többséggel rendelkező cseh kabinet számára.